Jön a C csoport rangadója, Portugália-Lengyelország. Nagyon érdekes meccsre van kilátás, mert a lengyelek még gólt sem kaptak eddig az Európa bajnokságon, a portugálok pedig két meccsre rúgtak összesen 8 gólt. És ugye a csoport elsőség a tét. Mind a két csapat ott van már az Európa bajnokság 8-ad döntőjében, így ilyen tudatban is felreléphetnek. A csoport másik meccse pedig velünk egy időben játszódik, ugye a csoport harmadik helyért küzd meg Dánia-Izlanddal. Most azonban itt Portugália-Lengyelország meccset közvetítünk, a himnuszok után pedig jön is a találkozó. Mindkét csapat 6 pontos és 100%-os, de ez valakinél vagy mind a kettőnél meg fog majd törni. Mint van a portugálok kezdő 11-je Rui Patrícióval a kapuban, Pepe Dias Cancelo szeméről a védelemben, Bernardo Silva, Renato Sánchez Danilo a középpályán, előttük pedig majd Jota, Ramos, illetve Gedes játszik majd, aki azért a portugálok kísérleteznek is egy kicsit erre a meccsre. Ami a lengyeleket illeti Csesnyi a kapuban, Glik, Bednárek, Bereshnyszki és Ribusz, Krioviek, Szimánszki, Linert és Enészki, Klik és Lewandowski. A lengyel kezdő 11-ben tiszta pirosban láthatjuk majd a meccsen Lengyelországot, és ebben a kékezöld összeállításában pedig majd a portugálokat megkezdődött, tehát a Portugália-Lengyelország Európa-bajnoki mérkőzés. Rui Patrício kapja a labdát. Ma este még a D csoport is zárulóan is mutatjuk mind a két meccset. Norvég-Belga és svéd-Velszi találkozókat közvetítünk majd este. Gonçalo Ramos a labdával, ő teszi ki oldalra Gedesnek, aki lassan lövő helyzetben. Gedes inkább tovább, Gonçalo Ramos, ő még nem tud lőni, és nem fog majd. Ramos ugye Izland ellen tudott betalálni őket, 6-1-re verték a portugálok, lengyeleknek elég volt a 2-0-ás siker is. Jota, szép összjáték, Ramostól kapja, és őt is tudják szerelni a lengyelek. Dániát ugye 2-1-re vert a Portugália, Lengyelország pedig 2-0-ra verte a dánokat, mindig a csoportkörben Ribusz Linettihez. Ribusztól kapta vissza a labdát Linetti. Renato Sánchez üldözi őt, és jön aztán a beadás, Rui Patrício is jön, ki is ütötte a labdát, de ott van Krihoviaknál, aki visszarúgja, mellé! Negyed óra elteltével megvolt az első lehetőség, távú lengyel lövés. Pepe! Sánchez! A pattan a labdája, de visszakerül Renato Sánchezhez, az indítás azonban pontatlan. Bednárek csípte el, Ribusz. Linetti! A pattan a labda, jön Danilo. Danilo meg hátraadja Rui Patriciónak. Hát ez még jó, bizony Gonçalo Guedesnek, úgyhogy vezethetnek egy ebből a akciót a portugálok. Semedo indul. Bereshnyszkit ott is hagyja. Semedo. Többen integetnek középen, ott kérnék. Semedo nem tudta beadni. Danilo. A fejed Guedesnek. Guedes középre. Jota még egyel tovább. Ott van rá most sarokkal vissza Jota mögé. Jota is elveszíti. Hát igen, a lengyel védekezés az most sem hagy a láb. Egyelőre helyzetet nem tudtak engedni a portugálok, vagy helyzetet nem tudtak kialakítani a portugálok. Krioviak. Jó labda Lewandowskinak. Lewandowski. És a beemelés után, ez így lesz a személydója, ki kirúgja inkább egy szögletre. Renato Sánchez pedig besárgul. Jelenző szabálytalanságért, úgyhogy ilyet majd a lengyelek szöglete, ami Zsirinszki végez el a 31. percben. Bereshnyszki kapta meg tőle a labdát. Lekészítés után Ribusz mellé rúgja. Hát nem egy eseménydús meccs eddig. Igazából sem Rui Patriciónak, sem Szczesnynek kellett védenie. Hát ugye ők az egy Juventus-Róma szériá meccseken is
összemérhették egymással az erejüket. De most itt az Európa bajnokságon a portugál lengyelen is. Nagyjelöre nem róluk szól ez a mai meccs. Gonzalo Ramos, Renato Sánchez, az levő helyzet. Egy szabad rúgás befelé. Bizony ez nagy lehetőség a portugáloknak. Tudtak, ugye ők már közvetlenül szabad rúgás gólt is ezen az EB-n. Kettőt is, mind a kettőt Ronaldo, de ő most nincs a kezdőben. Úgyhogy értelemszerűen ezt nem fogja ő elrúgni. Bernardo Silva viszont megteheti. Egész kecsegtető azért ez a pozíció. Bernardo Silva csak legurítja, aztán visszakapja és lövi rá fölé. Ez most egy szép variáció volt a portugáloktól. Itt megkapja Ramostól, aztán utána egyből emeli. Megkapu fölé. Még volt az első portugál lehetőség. Rubén Dias. Csúsztatás nem az övé, Sánchez engedi át, Linetti. Zselinski még, jó cselek, Linetti kapta meg, Linetti a 16-oson belül. Linetti még beközépre, Sánchez lepattan a labda, ott a lövés mellé. Az eddigi legkomolyabb lengyel helyzet. Most már kezd kicsit élünkülni a meccs. A 0-0-es döntetlen még nem volt ezen az Európa-bajnokságon. Reméljük most sem lesz. Ribusz. Egy előre itt az első fél idő, úgy néz ki, hogy gól nélkül fog véget érni. Portugália-Lengyelország meccsen. Mondtam, hogy a csoport másik meccse is egy időben zajlik. Dánia-Izlanddal csap össze a C csoportban. Zselinski a salövő helyzet előtte. Tesz oda ott a Rui Patriciónak, és ezzel fog véget érni az első játékrész. 0-0 a Portugál-Lengyel meccs. Na és akkor jön a folytatás, Portugália Lengyelországgal csap össze. Itt az Európa bajnokságon Portugália kezdte a második félidőt. 0-0-ról folytatódik tehát a meccs. Gonzalo Ramos ível rögtön átok Nilsson Semedónak, Semedót azonban szereli ott Berezinski. Így jöhet egy szöglettel majd Bernardo Silva. Milik Linetti csere is volt egyébként a lengyeleknél, jön a szöglet közben, van fejes! Ez elkerüli a kaput. Kettő-három a lövések aránya, és még továbbra sincs kaput talált lövés a meccsön, úgyhogy 50 perce játszanak a csapatok. Klik, visszapattan hozzá a labda, Klik, megpróbálja leszerelni ott Semedót, össze is jött neki, csak hát az indítás az megint borzalmas. Rubén Dias. Ugye jelenleg a jobb gólkülönbségével, ugye 8-2-es gólkülönbséggel a Portugália, ami plusz 6-os, a lengyeleknek ugye 4-0-ás, tehát plusz 4-es. Ugye jelenleg Portugália 7 ponttal csoport első, Lengyelország pedig szintén 7 ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel második helyen jutna tovább. Az Lengyelország csak abban az esetben lenne csoport első, hanem megverni a portugálokat. Dias. Pepe, hát ez is benne van, hogy itt egy gól dönt, illetve a másik csapat javára, de hát a portugáloknak vannak saját kezükben inkább a sorsuk, hiszen ők egy döntetlen, megértelemszerűen egy győzelem esetén is csoport elsők. A vereséget kell elkerülniük, és hát elnézem a lengyel válogatottat, azon lesz az annyira nehéz. A João Félixen egyébként Renato Sánchez helyett, ugye bekezdett ezen az EB 4 gólt lőtt Izlandnak. Dánia ellen már nem tudott betalálni, Leão és Ronaldo lőtték a gólokat, és Cancelo. De tegyük hozzá, hogy Portugália sem erőlteti meg magát nagyon a 100%-os mérleg megtartásáért Ronaldo közben. Ronaldo ott hagyja Bernardo Silvának, aki ez egyetlen valamire való portugál helyzet kötődik. Szabadrúgás a portugáloknak, és Ronaldo ezt nem végezte el gyorsan. Ezt hiszem megpróbál most onnan a szabadrúgás gólt lőni. Ennél azért közelebbről talált be az előző meccseken. Bernardo Silva azonban inkább beívelte, hogy simán kifejelnek a lengyelek. Cancelo. Cancelo ellopja tőle a labdát Ribusz, de csak egy pillanatra a João Félix szörnyűbe tudta gyűjteni. João Félix-e meg Lewandowski szerzi meg. Lewandowskinek sem volt túl sok momentum, most viszont jó labdát ad Miliknek. Milik. Rubén Dias lekapcsolja őt, Pepe. Nem volt még lengyel helyzet a második fél időben, azon a szöget utáni fejesen kívül, hogy portugál sem, és kevesebb, mint 20 perc hátra. Milik oldalra, Krihoviak. Krihoviak, Lewandowski, na ebből most lehet valami, Szymański veszi át a labdát, Szymański lő, gól! Vezet Lengyelország! Abszolút a semmiből rúgják ezt a gólt a lengyelek, de Szymański vezetést szerez Lengyelországnak. És ezzel a csoport élére ugornak a lengyelek, 75. perc. 1-0 Lengyelországnak, Szymański góljával. Szép támadás volt, azért ezt hozzá kell tenni. És Lengyelország úgy juthat tovább, hogy csoport elsőként kapott gól nélkül. Itt veszi át Szymański, 12 méterről. Ezt úgy lövi el, hogy Rui Patricio nem tudja védeni.
Gonçalo Ramos helyére jön majd Rafael Leão, úgyhogy cserélnek a portugálok, mert ez ugye csak a csoport második helyén Portugália. És azért azt ne felejtsük, hogy a meccs első kaputalált lövésére kellett 75 percet várni, abból lett egy gól, úgyhogy továbbra sincs 0-0-ás meccs szerencsére az Európa-bajnokságon. Cancelo, Rafael Leão, rögtön itt a helyzet, és egy remek becsúszás Glicktől. Igen, most még jobban össze fog zárni ez a lengyel védelem, amely mindig ugye makulátlan volt az EB-n, Lewandowski. Pepe ott rajta, Lewandowski ott hagyja Pepét. Lewandowski többen középen. Lewandowski még, és egy óriási véd. Ott a rövid soroknál Rui Patricio, meg volt az első védés a meccsen. 10 perccel a vége előtt. Hát, hogyha ezt onnan belövi Lewandowski, akkor ezt a meccset végképp lezárta volna. Dalo váltja Cancelót. Na nézzük Zselinszkit. 83. perc. Szöglet a lengyeleknek. Most még ott van a labda, Ribusz. Ribusz lő, megpattan. És lesz a belügy egy újabb szöglet. Guerreiro jött be ezt a Semedo helyett, úgyhogy volt portugál csere. Ez a szöglet, ez nem lett a legjobb. Bernardo Silva. Az ő labdája sem lett a legjobb. Szimanszki. Csak a lengyelek azért szolgáltattak egy meglepetést azzal, hogy így vették ezt a csoportot. Kapott gól nélkül mind a három meccset megnyerve közben beközött a portugálok elleni rangadót is. Közben egy sárga lap. Szabad dugás. Ribusz kapta. Jól tekeredik. Ott van Zsota. Be is fordul. Csesti jól jött ki a kapujából. És ez így a labda lengyeleknél már. Beresinszki. Hát azért az, hogy 90 percig kellett várni, hogy Portugália eltalálja a kaput. És azért egy eléggé nagy szám. Rui Patricio. Ez Csesti megmenti a lengyeleknek a 100%-os mérleget. Úgy néz ki. Még egy felívelés az Les Lewandowski-nál. Az utolsó percre marad ideje azért a portugáloknak egy felívelésre. Rui Patricio. João Félix. Bernardo Silva. Na most van vége. Lengyelország megnyeri tehát a csoportját. Szimanszki góljával legyőzik ugyanis 1-0-ra a portugálokat, a lengyelek. Este folytatjuk.